Rotyog a vadacleg vád az egyik, pitul a hagyma a másik kondérban. Tevelen évek óta vadáti találkozót szervez négy bukovinai székelykör, hogy összemérjék ügyességüket a gasztronómia területén. Természetesen mindez csak a ködet, hiszen a főfogás az együttlét, a közös élmény megteremtése. A rendezvény díszvendége ebben az esztendőben Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője volt, aki arról beszélt, a Covid-járvány után a legfontosabb a közösségek újraélesztése. És lehetőség arra is, hogy a magyar faluban elnyert összegből megvalósított beruházást, a különböző sátrak megvételére gondolok, illetve padok, rendezvényekhez használatos eszközöknek a vásárlására, azt most végre tudják használni. Nyertek még a 2 millió forintból egy kis traktort is, amivel a hátul a kertet tudják kaszálni. Én azt gondolom, hogy ezek a dolgok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a teveli székelykör tényleg jól tudjon működni. A házigazda Erős Pál elnök véleménye szerint a rendezvény egy jó kohéziós erő a székely közösségeknek, melyben ezúttal is a helyiek mellett a Vaskúti, a Dombovári és a Nagymányoki szervezetek tagjai vettek részt. Úgy gondoltuk, hogy a külső olyan csoportokat, ahol szintén jó a szervezettség, jó a hangulat, meghívjuk, hogy közösen éljük át ezeket az eseményeket, ezeket a pillanatokat, mert szentül hisszük és valljuk, hogy egyedül átélt élmény az is élmény, de ha többen élünk meg valamit, az annak a sokszorosat. A munkálkodás eredményeként a lekvárt főzést a dombovári székelykör nyerte, a lecsók készítésében pedig a versenyzőkből kialakult a zsűri a nagymányoki székelykör teljesítményét találta a legjobbnak.